Rendezvények, konferenciák, majálisok, új kirándulások és esküvők kedvelt helyszíne az Óbecse közelében lévő Fantaszt Kastély szálló, ahová évente 35 ezer ember látogat ki. Ez az ifjú pár ezúttal fényképezkedni érkezett Szent Tamásról. Zbog prelepa, Sokan nem csak fényképezkedni, de lakodalmat tartani is jöttek ide. A járványhelyzet miatt ezek az ünnepségek most elmaradnak, de egyházi és polgári esküvői szertartásokat továbbra is tartanak itt. A személyzet betartja a járványhelyzet által megkövetelt biztonsági előírásokat. Szükség is van erre, mivel mind az éjszakázó, mind a kiránduló vendégek száma megnőtt az utóbbi időben. Puno ljudi dolaze, šetaju, izlaze u prirodu, pretpostavljam i tu da osete negde malu komociju po pitanju bezbednosti svakako i sve više imamo porodice sa decom koju rado dovode decu ovde, naravno puštaju uh, na naša igrališta i tu znaju sigurno da je bezbedno. Bogdán Dungyerszki 2600 hold földet birtokolt, Óbecse határában pedig 65 hektáron kastélyt, lovardát, kápolnát, kis kastélyt, parkot, medencét építetett. Dobrivoje Turudígy a családjával Uzsicéből érkezett az egykori birtokra. Vajdasági a javaslatára tette kirándulást a kastélyhoz, mivel az idén le kellett mondaniuk a külföldi nyaralásról. Ovdje ima isto dosta toga da se vidi što je nama koji dolazimo iz brskopraninskih krajeva dosta interesanto, simpatično i neobično. Svakako da ima dosta toga lepog da se vidi novog. Bogdan Dungerskinek messeföldön hires ménese is volt, idönként 1400 ló is a tulajdonában volt. Legismertebb közülük a Fantasz nevű Telivér volt. Amikor az 1980-as években szállodává alakították át a kastélyt, róla nevezték el. A birtokon lévő ménesben ma már nincsenek versenylovak, áttértek a tenyészutódok nevelésére. A gyerekek nagyon élvezik a lovak társaságát. Videoszom konyako ezújako lépi, pogotowani bélitámú, i lépi, az Óbecsei kastély mellett a Dungyerszki családnak Kölpényben, Dunacsében, Istvánvölgyben és Törökbecsén is voltak kastélyaik, de közül az Óbecsei lett a legszebb.